A kormány szeptember 1-től kötelezővé tette az óvodába járást minden harmadik életévét betöltött gyermek számára, ezzel is egyre többen jutnak minden nap meleg ételhez, közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Cibere Károly tájékoztatása szerint a 360 ezer óvodás és bölcsődés gyermekből 318 ezeren ingyen étkeznek ma Magyarországon. Több mint 90%-a az óvisoknak és a bölcsiseknek már ingyen étkezik. Ez egy nagyon fontos előrelépés, azt gondoljuk. Ugyanakkor nem csak a tanulmányi időszakból áll az év, hanem a szülidőből is. A kormány a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy azt a rendszert, ami az elmúlt 12-13 évben működött nyári gyermekétkeztetési programként, amelyben egy bizonyos keretre pályázhattak önkormányzatok, ezt egy új rendszer fogja váltani, hiszen fontos, hogy a gyermekek étkezése az, hogy ne legyen nélkülöző éhező gyermek Magyarországon, ez a szülidőkre is érvényes. A kormány még nyáron beépítette a költségvetési törvénybe a gyermekétkeztetésre szánt kiadásokat, eszerint az eddigi 3 milliárd helyett már 4,5 milliárd forint jut a jövőben erre a feladatra, hangzott el a Legyen jobb a gyermekeknek értékelő bizottság pusztadobosi ülésén. Azokon a településeken, ahol nem áll rendelkezésre konyha vagy ebédlő a gyermekek számára, kiszállítással oldják majd meg az étkeztetést az iskolai szünetekben.